Mariánus vagyok, mindenki szeretettel üdvözlök. Itt Tartán, ez már a harmadik halászléptéző versenyünk, amit megrendezünk, bízunk benne, hogy ez így megy tovább folyamatával, és egy tradícióval válik. Itt a Duna parton szabadon főzzük a halászlevet, így hitet, hogy csak dunai, csak tiszai vagy bajai, mindenki szabadon főzhet. Jelenleg 32 csapat indult ezen a versenyen, 2 órakor megtartottuk a megnyitót, és 4 órától kezdjük folyamatosan zsűrizni, majd 7 órakor lesz az eredmény hirdetés. Addig pedig itt a színpadon meghívott vendégek, mint például a Vecsési Labdarózsa Együttes is fellép 2 alkalommal, lesznek szavalóink, lesznek nótázóink, megpróbáljuk ezzel színesíteni magát a halászlétőző versenyt. Mik a kilátások? Tavaly egy kupát azért innen elvittek. Hát, igen, elvittek innen több kupát, ugye indítottunk egy vándorkupát is, amit most visszahozott a csapat. Ugye a vándorkupáról azt kell tudni, hogy ha 3-szor megnyerik, akkor egymás után ugyanaz a csapat, akkor azt nem kell visszahozni, akkor ez már a saját tulajdonában lesz. Egyébként itt a halászi főző versenyen most van egy nagyon fiatal csapat, akik úgy kapták meg a ikletet, hogy valószínűleg volt egy kakasfőző verseny május 6-án, és ott a kisfiú mondta, hogy ő is szeretne főzni, így meghívtam őket ide, hogy Ballószögről itt van most egy csapat, aki itt megfőzi a halászlevüket, de mi fiatal általános iskolás, azt hiszem 6-7 osztályos gyerekek, akik most főznek, természetesen szülői felügyelettel, de magát a főzési folyamatot azt ők fogják csinálni. Jó, köszönöm szépen, és hát az eredmény hirdetésnél majd találkozunk. Kíváncsian várjuk a végeredményt. Köszönöm szépen, nincs a lehetőség. Köszönöm.